Oké, okay, jó, ezek átlettek rakva. Jó, a mosotok van? Vagy valami? Tetőn, tetőn lesznek, tetőn. Most is mellettünk. Moszti, menjünk a mosztira. Gyere. Jó. Kéne amos kéne. Itt a gyerek. Jó, oké. Okay. Ez az, keci, megvan. Ó, várjál, hívnak. Lekötöznek. Egy percre, egy kicsit megáll a király. Jó? Fedezzetek. Fedezzetek. Na, halló. Szevasz. Hát semmi, gomeszkózunk, meg vagyunk. Mi a helyzet? Aha, hogy raknátok össze a Marcinak egy gépet? Már nem ilyen rendesek vattok unogatás voltoknak. Összerakjátok a számítót. Ja, hogy van budget? 170 ezer forint. Sís, erős lesz. De hogy már megvettél minden cuccot? Megvan minden cucc, össze kell rakni a gépet. Kör róla csinálj videót a YouTube-ra. Jaj, hogy flexeljen vele a Marci osztálytársaknak. Csííí. Huhú. Jó van, rendben tesó. Megcsináljuk, összerakjuk. Na, jó van, jó legyél. Száz. And embarrassed, I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. És ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmas a szeretettel üdvözlök mindenkit a videóban, skacók! A mai videóban, ahogy láthatjátok, megpróbáljuk kihozni a lehetetlen 170 ezer forintból, tehát egy gaming PC, egy basic budget, low budget gaming PC-t fogunk összerakni Marci kedves barátomnak, akit már gyerekkorától fogva ismerek. Mi a sztoria a egész low-budget-es gépépítő sztorinak? Miért is van most ennyi gépépítős content a csatornán Slimfit? Teljesen véletlen a sztori igazából. Onnan kezdődött, hogy Laci, ugye, ahogy láttátok, megvette a grafikus kártyámat végre az előző videóból. Ismeritek őt? Kérni arra, hogy építs nekem egy gépet egyszer. És én pedig váltottam az RTX 3070-re. Tehát Lacinak ez a GTX 1050 Ti-ja felszabadult. Szóval nem tudta hova rakni, vagy milyen gépbe rakni, vagy eladni. És mivel Marcinak, aki a unokatest férjük, Sanyinak és Lacinak a unokatestője, úgy döntöttek, hogy jó fejek lesznek és összeraknak egy budget, low budget gaming gépet, mert nem volt otthon rendes számítógépjük, szóval ezúton kértek meg engem, hogy akkor rakjunk össze valamit. Annyit kell tudni, srácok, hogy a komponenseket nem én választottam, tehát a budgettal nem én rendelkeztem. Sanyi barátomnak volt egy budgetja, amit elképzelt, és abból összerakott procit, alaprapot, RAM-ot, harddiszket, a kártya pedig úgy adott volt, ahogy már elején is elmondtam, srácok. Annyit fogunk csinálni most, hogy felsorolom nektek a komponenseket, és aztán pedig összerakjuk a gépet, és le is fogjuk tesztelni egy-két ilyen budget-friendly gamebe, vagy hogyan mondjam, free-to-play gamebe. Kingston Fury Beast 16 GB-os CL16-os, 3200 MHz-es RAM-ok. Nagyon jó deal csinált ezzel Sanyi, képzeljétek el, hogy a 16 giga le volt árazva 40 euróra. És ami furcsa egészben, hogy 40 euró, hogy még RGB-s is hozzá. Tehát világítani fognak a RAM-ok is. Nagyon fasza, RGB-s. Ha ezt tudom, akkor én is RGB-s RAM-ot veszek. M2-es SSD-nk, Samsung 970-es Evo Plus-os, 256 GB. A rendszerre fogjuk használni ezt a SSD-t, tehát a Windows 11-re. 960 GB-os SATA SSD, ami pedig tárhelyre fog majd faszán használni. Mi is fogja hajtani a sztorit, gyerekek, igazából egy Ryzen 3-as
processzor, abból is a 4100-as verzió, ez ilyen budget processzornak minősül. 4 magja van és 8 virtuális magja, és 3,8 GHz a alapja, és 4 GHz-re lehet főturbózni. Jól fog ketyegni amúgy, nem olyan rossz kis proci, szerintem. Alaplapunk, srácok, az egy Asus Prime A320M kötőjel A, minden tudok róla totálisan. Van rajta PCI Express slot, tehát grafikus kártyákat, a újfajta modern grafikus kártyákat is rá lehet csatlakoztatni. Processzort, hogy miért tudunk belerakni, az összes Ryzen generációt, ami második, első és harmadik generációs Ryzen processzor, tehát a AR4-es socket simán megy bele, van benne 4 darab RAM slotunk, ezen kívül még támogatja a Windows 11-et is, ami szintén fontos tényező, mivel azt fogjuk rá is találni. A tápunk a FSP jó voltából a Hydro Pro Series. Ez a táp a én előző tápomnak minősül, tehát 600 wattos bronz 80-as plusz. A kártyát pedig már mondtam, srácok, az a GTX 1050 Ti lesz. Tudom, hogy egy kicsit elavult kártya, de minden játékot fog tudni vinni, és fog tudni játszani vele, még modern játékokat is. Igaz, lovgrafon, de utána később tud fejleszteni, hogyha szeretne. Én úgy olvastam, hogy a 2060-ig vagy 2070-ig simán bele tudja tenni a Nvidia grafikus kártyákat is, úgyhogy már lesz egy fasz a kis alapja a Marcinak, és aztán fog tudni upgrade-elni is, hogyha akar majd. Maga a ház pedig, srácok, az FSP jó voltából érkezett, vagyis hogy ők gyártották. Ez CMTI 50-es kis gépház, és azt kell mondanom, srácok, hogy néha szinte, mint hogyha könnyebb lenne, mint akár egy üveglap, vagy olyan súlya lenne majdnem, mint egy nagyobb sörös korsónak. Úgyhogy nagyon lightweight kis ház, egy ventilátor van rajta, RGB-vel hátul, és aztán még persze lehetőség van rá beszerelni több ventilátor is. Szóval, skacok, akkor csapjunk is bele, rakjuk össze kicsikét, és aztán menjünk a tesztelésre. Na, srácok, amit látjátok, már elő is került a klasszikusnak mondható most már honfoglalós számító szerelős dobozka, amin fogjuk szerelni az alaplapot. Első dolog, aminek neki fogunk állni, az az, hogy be fogjuk rakni a processzort, lepasztázzuk és betesszük a proci hűtőt is. Meg is mutatom nektek, srácok. Így néz ki az alaplap, egyszerű kis alaplap. GG. Itt is van a processzor. Csekkuljátok, ha fókuszál, nem tudom. Annyi a processzor berakásnak a titka, hogy meg kell keresnünk ezt a kis nyilat, ami itt van a processzoron. Ezt a kis fület itt megfogjuk, és felhúzzuk. És utána megkeressük a kis nyilat, ami szintén ott van a alaplapon. Úgyhogy a processzoron levő nyílnak és a alaplapon levő nyílnak ugyanott kell lennie. Mert úgy fog bepasszulni, és ha megfogjuk, ennyi. Rá is üt, csekkulom, szuperül rajta van, skacok, és most már csak lehajtjuk. Kicsit ilyen nehezebb lesz lehajtani ilyenkor. Most lecsavarozzuk ezeket a tartókat, mert mivel nem nagy hűtőt fogunk rátenni, ezért ezekre a fülekre nincs szükségünk, hiszen csak a gyári processzor hűtő fog rámenni magára a procira. Hogyha megnézitek, akkor rajta is van a gyári paszta, tehát magát a processzort nem fog kelleni pasztázni. Vigyázzatok, hogy ne nyúljatok bele, nem történik semmi igazából, hogyha belenyúltok, de hogyha nem nyúltok bele, akkor könnyebb, mert nem kell letakarítanatok a kezeteket. És be fogjuk csatlakoztatni ventilátort. Még új a foglalat, kicsit meg kellett nyomni jobban. Oké, kész is. Következő dolgunk, srácok, amit be fogunk rakni, az a 970-es Evo Plus-os M2 SSD. Itt van neki a helye. Következő sztorinak, skacok, be fogjuk rakni a 16 GB RAM-unkat dual channelbe, ami annyit tesz, nem egymás mellé fog kerülni, hanem egyik a A2-es slotba, a másik pedig a B2-es slotba. Úgy is be lehet tenni, hogy A1 meg B1, de én is a saját gépemben úgy raktam el, hogy A2 és B2, úgyhogy itt is úgy fogjuk berakni.
És hogy miért is jó, srácok, hogyha dual channelben rakjuk a RAM-okat, hogyha single channel, tehát egyes csatornát használunk, szóval hogyha 16 GB-unk egybe lenne 16-os, és beleállítanánk például A1-be, akkor az jobban leterhelné a processzort. Annyit tesz, hogy a processzor sokkal több feladatot vállalna magára, mivel csak egy csatornán futtassa a memória kezelést, de hogyha két külön csatornát, tehát 8 plusz 8-at használunk, akkor ez a terhelés eloszlik, így akár 10-20%-kal jobban is tud pörögni a processzorunk, és megkíméljük a esetleges fáradtságoktól, így is lehet mondani. Srácok, igazából lényegében egyelőre meg vagyunk a sztoriba, amit előzőleg nem csináltam az, hogy nem teszteltem le magát a processzort, vagyis magát a bekötés, hogy működik-e minden rendben van. Úgyhogy fiúk, lányok, most le fogjuk tesztelni a számítót, mielőtt összerakom magából a házból, hogy ne érjen semmiféle meglepetés. Kiveszem a tápot, és rákötöm a fontos kábelokat. Fontos kábelokon annyit értek, hogy ami a működéshő kő. Tehát a működéshő, fog kelleni a grafikus kártya, úgyhogy hozom a grafikus kártyát és beletesszük. Fog kelleni a processzorra egy tápkábel, és a alaplapra egy tápkábel. A grafkártyára pedig nem kell tápkábel, az véget, mert a grafkártya csak a slotból fogja venni az energiát. Nice, működik. Jó gyerekek, vissza egész, nem fogunk BIOS frissíteni, mert a 6042-es BIOS az májusi BIOS, hagyjuk így, mert a 6042-es az utolsó előtti verzió, és ez a verzió, amit most akarunk rátenni, ez meg még régebbi BIOS verzió, úgyhogy annyi a lényeg, hogy mindig a friss BIOS verzió összes update-et tartalmazza magában, tehát nem fog kelleni frissíteni a BIOS. Jó srácok, tehát a gép működik, a RAM-okat beállítottuk, a BIOS-unk rendben van, úgyhogy most már csak annyit kell csinálnunk, hogy összerakjuk bele a házból a számítót. Hát ez megint vérre ment skacok, megint elvágtam a ujjamat valami szarra. A marha, hogy vérzik. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like... Látok először most, ahogy már mondtam korábban is, akkor most először be fogjuk kötni a magának, a kéznek a kábeleit. Annyit tesz, nem sok kábelünk van, HD audio-unk van itt, USB-nk, van 3-as USB-nk, ezt még meg kell néznem viszont, mert nem tudom, hogy van-e a alaplapon 3-as USB-n, ezt nem vagyok biztos benne. Power SV, Reset SV, Power LED mínusz, Power LED plusz és HDD LED plusz mínusz, szóval álljunk neki. Everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try.
Következő képen, srácok, be fogjuk tenni a szatát, tehát a merevlevest, amire a adatokat fogjuk tárolni ide. Most kacok, következő lépésben akkor be fogjuk rakni a tápot, és rákössük a CPU-ra a kábelt, és a alaplapra a energiaellátó kábelt. Utána még ezt a pár sztorit itt összeszúrom, és mehetünk tovább. Mára ennyi a sztori, még összeszerelem, és aztán holnap pedig folytatjuk a tesztekkel. Addigra fölteszem a Windows-ot is, úgyhogy nem lesz probléma. Akkor sikerült kötelni a Windows-ot, felinstaláltam a drivereket is, és tettem rá gameszkókat is, nem volt igazából semmi probléma, tökéletesen működik, ilyen is van, hogy néha összegyen úgy, hogy ne legyen semmi probléma, és össze tudjuk rakni a gépet. A játékok, amiket ki fogunk próbálni, igazából egyik a Fortnite lesz, a másik pedig a Chego. Azért esett rá erre kettőre a választásom, mert a 1050 Ti-jel jó a Warzone, már kipróbáltuk, igaz a proci, az kicsit valamivel erősebb volt az a Intel processzor, mint ez a processzor. De szerintem nincs értelme, mert szerintem ugyanúgy 40-50 FPS körül fogunk kapni. Itt is van a gépezet maga, megnézhessük igazából. Itt a elején van egy ilyen faszak kis lecsík. Persze, hogy már az plusz 10 kilt jelent, úgyhogy mindig valami világítson. És nem tudom, hogy miért van ez, srácok, de a plexit, az meg nem átlátszó a plexi. Pedig levettem a fóliát, a másik felén nem volt fólia, meg is néztem direkt. Nem tudom, ilyen homályosnak néz ki a plexi, lehet, hogy a ragasztó rajta maradt, vagy én nem tudom, de ilyen homályos a plexi. És hogy világítnak a RGB-s ramok, meg hátul van benne egy RGB-s venti. Na, közben srácok, én azt hiszem, hogy megtaláltam a legjobb grafikai beállításokat most, ami erre a setupra érvényes. A formák azok egy kicsit érdekesek, de 70-80-100 FPS-ünk van. A grafika az egy kicsit olyan. Aki akar játszani, az totál el lesz ezzel amúgy. De szeretem beszélni a killeket. Ott vagy a táncógatsz itt össze-vissza, te hülye. Hoppi, nyali, tesi! Let's go! Let's go! No. Fú, nekem kod után amúgy ez full lassú, de annyira lassú. Milyen bírom eltalálni, geci?
What? Honnan jött? Ez nagyon nem very good. Jön még egy mögötte. Na srácok, ahogy láthattátok, tökéletesen működik maga a számító. Cségóba is, Fortnite-ba is. Megvannak a maga hátrányai, már csak Love grafikán lehet játszani a játékokat, de ettől függetlenül senki nem fog lemaradni semmilyen új generációs, vagy mostani free-to-play, vagy akármilyen másfajta játékkal, mert Love-on biztos, hogy el lehet játszani vele, és aztán lehet még egy kicsit upgrade-egetni is. Egy 2060-ig szerintem föl lehet nyomni a grafikus kártyát is, szóval lehet venni RTX 2060-at is, és azt is bőven el fogja vinni, lehet vele több RAM-ot venni, úgyhogy igazából van egy budget 170 ezer forintos alapunk, amit aztán kicsienként, hogy szeretnénk, akkor tudunk bővíteni, és így, ahogy mondtam, hogy nem maradunk le semmi jóról, csak kicsit a grafika rovására fog menni a sztori. De kellemes kikapcsolódás volt kipróbálni, úgyhogy srácok, ennyi a mai sztori, remélem, hogy tetszik a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha nem, akkor meg egy dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan nem vagyunk feliratkozva a csatornára, hogyha csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Steamfit Guy tartalmakról sem. Ennyi a sztori. Én Steamfit voltam, Tali a következőben, lehetek jók.